Kedden kora este mintegy 300 fős tömeg gyűlt össze Rimaszombatban az állampolgárságától megfosztott Tamás Ilonát támogató szimpátia tüntetésen. Az idős hölgy a megmozduláson nem volt jelen, továbbra is magyarországi lányánál tartózkodik, az egybegyűlteknek levélben üzent. Szomorú vagyok, hogy karácsonyi ajándékként ezt kaptam a hatalom azon gyakorlóitól, akik bizony-bizony az unokáim lehetnének. Tamás Ilonka néni nemzedékeket nevelt fel, köztiszteletnek örvend, magasrangú állami kitüntetések birtokosa. Rimaszombatban hatalmas felháborodást keltett, ami vele történt. Mikor megtudtuk, hát teljesen el voltunk hűlve, hogy ilyesmi létezik. Egy idős hölgyet így meghurcolni, én szerintem ez egy államnak a szégyene, semmi más. Ez egy állam szégyene, akit kitüntetnek, és aztán meghurcolja. A szónokok egymást váltották. A tiltakozó akción nem csak helybeliek vettek részt. Többek között jelen volt az állampolgárságától megfosztott Gubik László is. Vannak államok, amelyek jogrendje nem engedélyezi a kettős állampolgárságot. Itt nem is ezzel van a gond, itt az alkotmány ellenesség másban nyilvánul meg. Itt abban nyilvánul meg, hogy ez a törvény egy nagyon gyors politikai reakció volt, ami jogilag azért nem volt teljesen végig gondolva. Követeljük, hogy akit a kifogásolt törvényi rendelkezések alapján akarata ellenére megfosztani kívánnak szlovák állampolgárságától. Veszélyes úton jár a szlovák hatalmi elit, noha eljárása nem előzmény nélküli. Fájón idézi fel emlékezetünkben a II. Világháborút követő időszakot, a hontalanság éveit, hangzott el az este. El kell ítélnünk a rossz törvényt, azokat a törvényhozókat, akik ezt a törvényt hozták. Szolidaritásból jöttünk ide, és Ilonka néniért égnek a mécsesek. A jelenlévő civil és társadalmi szerveződések képviselői tiltakozó nyilatkozatában az állampolgársági törvény eltörlését, a sértettek erkölcsi és anyagi kárpótlását követelik. A rimaszombati járásban az állampolgársági törvény ellen eddig több mint 1500 tiltakozó aláírás gyűlt össze.